Ugye 700 forint körüli áron vásároljuk az üzemanyagot mostanában, a strádák és a körgyűrűk mentén jóval 700 fölött. Az szinte biztos, hogy januárig ez tovább emelkedik, feltéve, ha lesz mit emelni, és nem jön a szintén szakértők által megjósolt üzemanyag hiány. Amúgy itt a heti naplóban szinte egységesek vagyunk abban, hogy valamennyien így én is 20 ezerért tankolunk, így mindig ugyanannyit fizetünk, ez a mi strucc politikánk. Csak pörög és pörög a számláló, ahogy tankoljuk az autónkat. Nem is ez a baj, mert most legalább van üzemanyag, hanem az, hogy egyre többet fizetünk érte. Illetve nem. Ahogy hallhatták, Andrásnak ugyanannyiba kerül a tankolás. Egészen furcsa dolog a pszichológia. Ahogy beszélgettünk a naplósok között, kiderült, hogy nem csak András csinálja ezt, hanem Török Réka és én is mindig 20 ezer forintért tankolunk. Ezzel persze csak magunkat csapjuk be, hiszen többször mehetünk tankolni. Bármilyen módszerrel is próbáljuk meg becsapni magunkat, az üzemanyagárak bizony az egekben vannak. Hogyha televágja az ember az autót, akkor úgy hirtelen, úgy megdöbbent itt. Valószínű, hogy azért a 800 forint az már túlzás lesz, de már ez is túlzás. Benzin 6,59, dízel 6,85. A nagy városi kutaknál legtöbb helyen most ilyen árakat látunk. És a pénteki hivatalos benzin árfolyam is ez. Hát még úgy tűnik, hogy az idén el fogjuk érni ezt a 700 forintos árat. De nézzük, miért is ilyen drága most megint az üzemanyag. Erre magyarázatot adott például a miniszterelnök. Nem káromkodok, mert miniszternek ne káromkodjon, de erőseket gondolok, amikor azt látom, hogy az ukránok azok megemelték a tranzitdíjat. 3,5-szeres áron vagyunk kénytelenek behozni az üzemanyagot a csővezetéken keresztül, és a gyors számításaink szerint ez a Magyarország számára 48 milliárd forintnyi többletet jelent. Mennyi ebből az igazság? Hát nagyon kevés, mondhatni szinte semmi. Ugye az ukrán tranzit díja az korábban, nagyjából másfél évvel ezelőtt 9 euró volt tonnánként. Most ezt felemelték az ukránok 3 részletbe, tehát nem egyik pillanatról a másikra. Ez azt jelenti, hogy 21 euró körülbelül tonnánként az ár. Hogyha ezt megnézzük literenkre leosztva, ez körülbelül 2-3 forint. Na most egy 700 forint körüli üzemanyagárnál 2-3 forint, az nem fog dobni rajta. Na jó, ha talán mégsem ez a legjelentősebb tétel, akkor mégis mitől ilyen drága? A válasz részben egyszerű. Ismét emelkedett az olaj világpiaci ára, erre nincs ráhatásunk. Jelentős változások történtek a nyár elejé 70-75 dolláros szintről, nagyon rövid idő alatt 85 dollárra emelkedett az Európában mértékadó Brent jegyzésára. Ez köszönhető volt Szaúd-Arábia és Oroszország azon bejelentésének, hogy meghosszabbítják az önként vállalt termelés csökkentésüket. Ráadásul ezzel párhuzamosan 2024-re már 100 millió barrel per nap fölötti keresletet prognosztizálnak. A kettő együtt csökkenő kínálat, növekvő keresleti prognózis, egész 95 dollárig felszaladt egy héten belül a kőolaj jegyzésára. Uniós összehasonlításban egyébként középmezőnyben vagyunk az üzemanyagárainkkal. Az átlag fizetésünk viszont az egyik legalacsonyabb. A vezes.hu kiszámolta, igaz még egy olcsóbb üzemanyagárnál, de az arányokat ez is jól mutatja, hogy melyik országban mennyit lehet tankolni az átlag fizetésből. Magyarországon 678 litert. Nem is tudom, mutassam-e a bezzeg országokat? Mutatom. Németország 1480 liter. Ausztria 1543 liter. Mielőtt azonban még nagyon felmenne a vérnyomások, nézzünk gazdaságilag hasonlóbb helyzetben lévő országokat. Lengyelország 805 liter, Szerbia 476 liter, Szlovákia 636 liter. Szlovákiában az árak nagyjából hasonlóak a magyarországihoz. Egy különbség azonban van, valamiért futnak az árak a kijelzőkön, talán azért, hogy ne égjen bele annyira az emberek fejébe. Jelenleg 1,75 a benzin, nem tudom, hogy ez látszik-e. Ha ezt az összeget megszorozzuk a 380 forintos euró árral, nagyjából hasonló benzinárakat kapunk, mint ami Magyarországon van. Abból a szempontból, hogy a fizetésünkhöz képest mennyire drága a benzin, nagyjából Romániával vagyunk egy szinten.
Magyarországon 678 liter tudunk tankolni az átlag fizetésből, Romániában 686 litert. Ott persze a fizetések is alacsonyabbak, és az üzemanyagár is nagyjából literenként 100 forinttal. Hát egy ilyen 100-120 forint van literenként. Az beszorozod, attól függ, most tankoltam 60 litert, szoroz be 100-120-szal. Kimegyek, Casablanca, hülye azért nem vagyok, tudod. Támogatjuk a magyar államot, de... Most egy teli tanknál azért 10-20 ezreket meg lehet, vagy hogy mondjam, 10 ezreket meg lehet spórolni azért. És akkor most nézzük az örök kérdést. Hogy lesz az éppen 95 dollár körüli, vagyis nagyjából 33 ezer forintos hordonkénti olaj világpiaci árából 660 forintos benzin, meg 680 forintos dízel Magyarországon? Mire a kibányászott olajból magyarországi benzinkútra szállított, finomított benzin lesz, addigra már ilyen forint árfolyam mellett most éppen 258 forintba kerül literje. Ez a termékár viszont a teljes árnak még mindig csak a 36%-a. Erre jön rá a kis és nagy kereskedelmi ár közötti árrés, vagyis a forgalmazó nyeressége, 19,3%. És most jön a legnagyobb tétel, az adók. A jövedéki adó és az áfa együtt 44,6%. Vagyis amennyit a benzinért vagy a dízelért fizetünk, annak majdnem a fele adó. Magyarországon a 27%-os forgalmi adó az drágítja meg nagyon erősen. A magyar kormány legfőbb bevétele az áfa, az általános forgalmi adó, ebből következően, miközben a magyar kormány egyik kezével ad, és azt mondja, hogy én a családokat segítem, a másik kezével meg természetesen azt többszörösen visszaveszi adóformájában. Az egész világon nincs még egy ország, ahol 27%-os szintű lenne az áfa, Európában meg pláne nem. Például a DK például ezen a héten nem véletlenül követelte századszor az üzemanyagok áfájának csökkentését. Az árnyékkormány szerint literenként 500 forint alá lehetne szorítani a benzin és a gázolaj árát azzal, hogy az alap üzemanyagokon lévő 27%-os áfát 5%-ra csökkentik. Az áfa csökkentéséről azonban egyelőre szó sincs. Emelés viszont lesz. Januártól még tovább emelik a jövedéki adót. A kormányzati kommunikáció, hogy az unió miatt kell emelni, valóban igaz, csak nem azért, mert az unió megemelte volna ezt az adót, hanem azért, mert a forint gyenge, ezt az adót pedig euróban határozzák meg. A bejelentett januártól érvényes, literenként körülbelül bruttó 40 forintos emelés azonban 425 forintos euró ár mellett lenne indokolt. Most 390 forint körül van az árfolyam. Jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy az aktuális árfolyamokat nézve alól a fele is elegendő lenne ahhoz, hogy a minimál szintet Magyarország teljesítse. Az újabb adóemelést ráadásul nem csak a benzinkutaknál éreznénk meg, hanem mindenhol. Maguk az üzemanyagok is direktben is 5-6%-ban benne vannak ugye a fogyasztói kosárban, illetve hát nagyon sok szereplőnek költségelem, és ezt a költségelemet, ha ők tovább hárítják az áraikban, akkor ennek a jövedéki adóemelésnek van egy indirekt hatása is az inflációra nézve. Ezt nehéz megjósolni, nyilván ez fáj mindenkinek. Nem véletlenül, az infláció még mindig magasan, nálunk a legnagyobb az egész unióban. A legutóbbi kormányinfón egyébként Gulyás Gergely már azt mondta, felülvizsgálják, hogy tényleg ilyen mértékben fogják-e emelni a jövedéki adót. Akármennyivel is emelik végül, lassan tényleg a 700 forintos benzin és dízel árnál tartunk, sőt. Karcsika kellemes nyugalommal élvezi itt éppen az utazást, ő viszont még nem tudja, hogy Andrásnak mindjárt meg kell állni a tankolni. Hát nem volt őszinte a mosolya. Szervusz, Júci! Éppen tankolok, ugye beszélünk a majdnem 700 forintos benzin, vagy üzemanyagáról. Én most a legolcsóbb dízelolajat vásárolom éppen a benzinkúton, ez egy nem a Strada, hanem az M0-ás melletti kút. Hát itt már bőven 700 forint fölött van az üzemanyag. Hát 731 forint a legolcsóbb dízel. Az M7-es autópálya mellett már mi is 708 forintos benzin és 731 forintos dízel árakkal szembesültünk. Heti szinten biztos, hogy egy-két teli tankot
el kell, hogy tankoljak a munkámból adódóan, és hát ez egy jelentős költség nagyobbodás. Az üzemanyagárak egyébként általában ott tartanak már, hogy újra felmerült az ássapka bevezetésének lehetősége is, bár még nem tárgyaltak róla. Most látok néhány országot, ahol a benzinnél is, meg alapvető élelmiszeripari cikkeknél is ismét visszajön az ársapkáknak az intézménye. Nekünk is figyelnünk kell, hogy mit csinál a világ. Látom, hogy az eszköztár az széles, ha kell, akkor további lépéseket fogunk tenni. Ettől viszont a piac fél, de nagyon. Szerintem mindenkiben mély nyomot hagyott, amikor az ársapka miatt összeomlott az ellátási rendszer, és alig lehetett tankolni. Dízel nincs, mennyiségi korlátozás 5 liter. Ezekkel a feliratokkal találkoztunk a kutakon. Kivarak, hogy minden üzemanyag elfogyott. 95-ös benzint nem lehet kapni. Most ez hanyadik út, ahova jössz? 6. Egy szakértő kamerán kívül azt mondta nekem, ha múltkor 13 hónap alatt omlott össze a piac, eddig volt ugyanis ársapka, akkor kis túlzással most 13 nap alatt fog, ha újra bevezetik. Azt gondolom, hogy ez katasztrofális helyzetet hozna Magyarországon. Alapvetően a kormány mindig úgy optimalizál, hogy politikailag ugye maximumot hozza ki. Ez nem feltétlenül esik egybe a közgazdasági optimummal. Tehát gyakorlatilag, ha ők úgy vélik, hogy egy ilyen döntésnek nagyobb politikai hozadéka van, mert hogy az emberek úgy érzik, hogy a kormány megvédi őket a magas áraktól, akkor valószínűleg ezt a lépést meg fogják hozni. A benzin és a dízel egyébként volt már drágább Magyarországon. Amikor megnéztem ezt a grafikont, és azt láttam, hogy 2022 második felében a dízel például járt már 850 forint felett, és el is csodálkoztam, hogy én biztosan nem fizettem ennyit. Tényleg nem. Mert akkor a lakosság az ástoppos 480 forintért tankolt. Azt, hogy mennyire téma megint a benzin, jól le lehet mérni a mély megterjedésén. Amikor a hordó olajára 100 dollár volt, a benziné 430 forint. Most 95 dollár egy hordó olaj, és majdnem 660 forint a benzin. Ilyen drága a hordó. Tette fel a 10 millió forintos kérdést az alkotó, és valóban. 10 évvel ezelőtt volt már 100 dollár körül az olajár. Akkor 420-440 forint között volt a benzin és a dízel ára Magyarországon. Csak hogy azóta például mintegy 100 forinttal ér kevesebbet a forint, mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest. Jövőre már borítékolható, hogy nem lesznek 6-ossal kezdődő, csak 700 forint feletti üzemanyagárak. Nem tudom, hogy az már az a bizonyos lélektani határ lesz-e. Én például most ott tartok, hogyha valahova el lehet jutni egy BKV járattal, akkor már azzal megyek. Ha 2-3 átszállással lehet csak eljutni, akkor még mindig autózom. Hogy mi lesz jövőre a 700 forint feletti üzemanyagárnál, arról majd újra beszámolok. A heti naplóban Balogh Judit riportját látták.